párszor elsétáltam mellett a bódé mellett, és mindig kíváncsi voltam, hogy mi a frász lehet. És akkor most gondoltam, hogy benézek. És hát itt a kis ábra tanúsága szerint valami bele kell önteni valamit, pénzt beledobni, beállítani, és aztán visszanyerni. Hát ezt gondolom, hogy valamilyen gabona feldolgozó lehet, vagy gabona daráló. Gőzöm sincsen, de hát kizárásos alapon rizsnek kell lennie, ugyanis itt se kukorica, se búza nincs a környéken. Hát itt mutat valamit, talán rizsszemek a képen, nem tudom megállapítani. Na, hát vagy itt, ez rizs, elfeltételezem. Na, tehát ilyenek is vannak. 100 jenér meg lehet darálni a rizst a bódéban. Busz megálló. Buszpályaudvar, váróterem. Párnák vannak kirakva a padokra, hogy ne nyomja az utasok fenekét, amíg várakoznak. Na, vettem egy kis édességet, mégpedig ezt. Le volt értékelve 20%-a. Valami rizsből készült ízé. Van neve is, amit nem tudok. Vannak ilyen nagyon fancy cukrászdák, ahol lehet kapni. Jó drága, így most olcsó volt, és ez meg kávé. És hát ezzel jutalmazom magam itt az út mellett. Nagyon finom. Azt hittem, hogy ez a bevonat rajta csak valami íztelen zselé, de nem, karamellizű. Benne ez a rizs tészta, ez meg ilyen kicsit kis állapja. 40-45 perc és sétával egy ilyen városi övezetben érkezek a háztól, és itt van 4 vagy 5 szupermarket is, hát itt szoktam intézni a bevásárlásaimat. Ide járok vásárolni, mert ez a legolcsóbb volt a környéken. Akkor megmutatok egy pár dolgot. Például 10 darab tojás, 180 jen. Akkor itt vannak ilyen előre csomagolt dolgok, olyan, mint hogyha búzacsíra lenne, de nem az, ami tészta. Mondjuk csak 16 jen, tehát ez olcsó. Ezek nem tudom micsodák. Itt van ez a tofu, amit szoktam venni. Itt van a tej, baromi drága. ...150-200 jen, 1 liter. Ezek mindenféle üdítők, meg gyümölcsjoghurtok. Ez joghurt, ebből néha szoktam menni. Margarin, meg vaj. Volt kérdés a Coca-Cola, íme. Van Coca-Cola. De egyébként ezen kívül más ilyen ismert üdítővel nem találkoztam. Halak. Hát, ezekről elképzelésem sincs, mi lehet. Ez olyan, mintha valami bab lenne. Így eleve beáztatva. Na mindegy, inkább nem próbálom ki. Nem olyan bizalomgerjesztő. Mindenféle szószok, egyéb termékek. Só. Tessék. Egy kiló só. 190 jen. És akkor itt vannak a moszatok. Ezeket már ismerjük.
Hú, ez lehet az a, ez ilyen Mossad Pausz, amit már mutattam, csak ilyen ipari mennyiségben. Na jó, hát nagyjából így néz ki. Bozasztóan tetszik az, hogyha végignézünk a fogkrémek márkái között, akkor itt nincsen Blendamed, nincsen Amodent, nincsen Signal, egyetlen márka van, amit ismerek, és az az Aquafresh. Egyébként minden más általam ismeretlen. Ezt jónak tartom. Megfázás elleni gyógyszerek, vagy mit tudom én, mi a frász, és megy a reklám. De itt arrébb egy kicsit egy másik valami beszél. Ez egy másik szupermarket, ez sokkal hagyományosabb. Gondoltam, hogy megmutatom a húsokat, hogy mennyibe kerül. Például itt van 20 deka, sertés húsnak tűnik, 300. Nem olcsó. Ez minek tűnik? Szűzérme. 60 deka, 760 jen. Sok. Szalonka. 30 deka, 700 jen. Apró hús, 10 deka, 280. Ez meg egy harmadik bolt, mutatok egy pár gyümölcsöt. Például banán, 200 ilyen, mondjuk 4 darab. Narancs, 100 darabja. Ez nem tudom mi lehet, saláta? Az is 100 ilyen, egy darab. Ez a fejkáposzta 300. De ez idáig a legjobb. A paradicsom. Egy ilyen zacskó paradicsom, 4 darab. 400 jen. Szinte minden élelmiszer áruházban van meleg konyhai részleg is, ahol vannak frissen sültek, meg ilyen előre csomagolt kaják. És az én időm az 4-5 óra tájban jön el ilyenkor, amikor elkezdik leértékelni ezeket a kajákat. Ez a mai édesség, 108 ilyen volt, azt gyanítom, hogy valamiféle karamell, vagy ilyesmi lehet, legalábbis azt szeretném, ha az lenne. Mindjárt bontom, és akkor meglátjuk. Na, akkor kóstolom. Édesnek édes. Igen, karamell. De lehet, hogy kicsit a maláta ízű? Hát nem tudom eldönteni. Szerintem ez maláta cukor. Csak nem nagyon szoktam ilyesmit enni. Azért nem tudom. Jó, tehát akkor innentől maláta cukor, és nem karamell.